Sziasztok! Ahogy elolvastad a videó címét, gondolom elkezdtél rajta töprengeni, hogy vajon mit is jelenthet az, hogy törülközős trükkök. Hát elárulom nektek, fogunk a mai videóban törülközőből macit hajtogatni, nyalókát készíteni, sőt a legeslegújabb tüsszentő emoji fejet is elkészítem, hamarosan kideríthetitek hogyan. Itt vagyok a Budaörsi Kika áruházban, és szeretnék egy nyereményjátékot is játszani ebben a videóban, egy 10.000 forintos Kika vásárlási utalványt nyerhettek meg. Ha kommentelitek, hogy melyik volt a kedvenc törülközős trükkötök a mai videóból. Ebben a hónapban különleges akciókban vannak a wellness törülközők, úgyhogy érdemes benézni amúgy is a Kika áruházba, mert rengetegféle színben megtaláljátok őket. Vágjunk is bele a trükközésbe, először megmutatom, hogyan hajtogathatsz egy macit. Az első törülközős trükk egy maci hajtogatása lesz. Ehhez én egy 50x100 cm-es törülközőt használtam barna színben. Attól függően, hogy kisebb vagy nagyobb macit szeretnél, válaszd meg a törülköző méretét. Hajtsd fel az 1/3-át a törülközőnek, ahogy én is tettem, és csavard fel két oldalról. Most figyeld a kezem, nem csalok, utánozd le a mozdulataimat. A törülközőn kívül egy spárgára vagy két gumira lesz szükséged, ezzel fogjuk rögzíteni a macit. Nekem spárga volt kéznél, ezért azt használtam, de fontos, hogy olyan színű madzagot használjatok, amilyen a törülköző, mert így észrevétlen lesz. Amikor megkötöztétek a macit a nyakánál, akkor még a fülét is rögzíteni kell hasonló módon. Végezetül egy szép szalagot kössetek a nyakába, így lesz nagyon tündéri kis mackótok. Ezt a mackót fürdőszobai dekorációként is használhatjátok. Ha van pár percetek, szerintem érdemes meghajtogatni. Ha ajándékba adtok törülközőt, akkor pedig csomagolás helyett válasszátok ezt a technikát. A második törülközős trükk egy könnyen elkészíthető fogkefe fogkrém tároló lesz. Ezt a kis törülközős tárolót pár perc alatt elkészítheted, és igazán jó útítás, hogyha elutazol valahova. 2-1 megoldás, használhatod ugyanis kéztörlőnek, és a fogkefét sem fog bekoszolódni az út során, mert ebbe fogod becsomagolni. Egy egészen picike kéztörlőt használtam ennek a megvalósítására, felhajtogattam, ahogy mutattam, és bevartam két végén és alul. Középen annyi helyen vart be, ahány kis tároló rekesz szeretnél. Én most egyszer vartam be, ezért két rekeszem lett, de akár kétszer vagy háromszor is bevarhatod, ha több fogkefét szeretnél magaddal vinni. Választhatod azt a megoldást is, hogy varrógéppel varrod meg, akkor végleges lesz, ha pedig kézzel, egyszerűen tűvel és cérnával összeöltöd, akkor akár utólag le is bonthatod, és újra kéztörlő lesz belőle, utazás előtt pedig egyszerűen föltekered, és egy szalaggal átkötöd. A harmadik törülközős tipp az én személyes kedvencem, elkészítem ugyanis azt a tüsszentő emoji fejet, ami most a legújabb emoji fejekkel együtt érkezett. Azt találtam ki, hogy egy fürdőszobai törülköző akasztó hátterének készítem el az emojit, így amikor ráakasztjuk a törülközőt, pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint a tüsszentő emoji. Ehhez a kreatív ötlethez sárga filcet, fekete filcet, egy öntapadós akasztót és ragasztópisztolyt használtam. Természetesen ezen kívül még a végén szükséged lesz egy sima, egyszerű fehér kéztörlőre. A sárga filcből kivágtam egy megfelelő méretű kört, ennek nagyságát a törülközőmhöz igazítottam. Erre a fekete filcekből rávágtam a szemet és a száját, és ragasztópisztollyal rögzítettem rajta. Az öntapadós akasztónak a sárga filcből kivágtam a helyét, hogy megfelelően lehessen majd rögzíteni a tükörre vagy a csempére. Végül két oldalú ragasztóval rögzítettem a filc emojimat, és fölakasztottam rá törülközőt. Az utolsó törülközős tippem egy csomagolási technika lesz. Nézzétek meg, hogyan érdemes ajándékba adni a törülközőket. Ehhez a törülköző cukorkához én kétféle színű törülközőt használtam. Ahogy látjátok, sréjen föl kell tekerni hurkába a törülközőket. Utána a két hurkát szorosan össze kell fogni, és föl kell göngyölgetni. Így a végeredmény egészen olyan lesz, mint egy vidám, áfonya ízű cukorka. Hogy a hatást fokozzam, cellofánba csomagoltam a cukorkámat és a két oldalát, szalaggal megkötöztem. Nagyszerű ajándék, vagy akár a fürdőszobai dekoráció is lehet belőle ideiglenesen. Végezetül mutatok nektek plusz egy fürdőszobai trükköt. Egy sima, magasabb falú üvegedénybe szórjál dekorkavicsot, dekorhomokot, vagy akár kávészemeket, és készen is van az ad hoc smink ecset tárolód. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor jelezzétek nekünk egy lájkkal, és iratkozzatok fel csatornámra, ha szeretnétek részt venni a nyereményjátékon, tudjátok, egy 10.000 forintos Kika vásárlási utalvány lehet a tietek, ha fel vagytok iratkozva, és kommenteltek a videó alá. Megíratjátok azt is, hogy melyik volt a kedvenc törülközős tippetek, vagy pedig, hogy mi legyen a következő videóm témája.
Legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot! Sziasztok!